Nyilván azzal a célra szedték elő, egy évvel az ügyészségek ismerték már ezt a felvételt. És ezzel hivatali visszaélés bűncselekményének a lehetőségét megvalósítva, most egy évvel, tavaly április 8-a után, mikor az első letartóztatásra sor került, akkor találják ki azt, hogy a Kiskei Jobbik elnök bizony valamifajta módon elkeveredett a Hunyadi csoport ügyébe ezen hangfelvétel szerint. Ugye erre mondtam én is azt, amikor megkérdeztek a reggeli műsorban Sürges Gergő, hogy hát kedves Gergő, azért ez a hangfelvétel ilyen módon kb. Olyan hitelesség, mintha én arról mesélnék most önnek, hogy Osama Bin Ladennel milyen vadul harcoltunk az amerikai tankok ellen Afganisztánban. Semmilyen üzletelején nincsenek a felvételek, egyébként sem. Végjelöltögi szerepe ott van mindenütt. És bizony 2006 őszén, szeptemberben elindult a tiltakozás Szabadság tér, a szörnyemlékű ellen és a köztelevízió ellen fordult a nép haragja, mert a köztelevízió a médiatörvény elírását megsértve nem olvasta be a büntető követeléseit, amelyben azt követelték volna, hogy a kormány távozzon. Minden normális országban ez történt volna magától, nálunk ez nem történt meg. És utána Rudi Zoltán elnök megtagadta ezt a lehetőséget a tüntetőktől, majd pedig a rendőrök rárontottak az egyik tüntetőre, hogy az ugyanzászlót levette, majd visszaadta, és ezt követően az emberek a fejüket azonnal elvesztették, bár elég érthető módon, és a hatalom szimbólumnak minősülő egyébként nagyon szerencsétlen helyzetbe hozott rendőrök ellen és az építélet ellen fordultak. Budázi György és társai pedig a szörnyemlék mellett fordultak, és nagyon helyesen róla levelték a önkínűlalmi címert, amely a magyar emberek sárgatiprását, megerőszakolását, kifosztását, kirézésének megalázó szimbólumaként mai napig ott van a Szabadságot elnevezett téren. Jobbik programjában ez is benne szerepel sok más mellett, hogy amint olyan helyzetbe kerül a Jobbik, akkor fel fogja mondani ezt az egyezményt, illetve esetben egy oldalúan, két évi felmondási időben el lehet helyezni ezt az emlékművet, az Étény Zsolt kiváló tanulmányában bevezette 2006-ban. El kell vinni egy olyan helyre, ahol kevesebb érzékenységét zavarja. És én azt gondolom, hogy azért nem, mert vannak olyan emlékművek is Oroszország, illetve Ukrajna területén közösségen előkelő helyen, de ami a legkevesebb a megtehető, ami azt mondja, kevésbé feltűnő erre vigyék el, és helyére kerüljön felállítása a Magyar Függetlenség és Szabadság emlékműve, mellé pedig kerüljön felállítása eredeti helyén az Erek és Országzászló. Álljon helyre a tér eredeti történelmi arculata egyéb módon is a négy égtáj szoborcsoporttal vagy szobrokkal, a Magyar Igazság kutyával és minden olyan egyéb elemmel, amely valóban a szabadság terét méltóvá teszi arra, hogy annak nevezzük. De folytatódott a történés, 2006 őszére ugrunk vissza, elindultak az embervadászatok. A rendőrség a hatalom brutális terrort alkalmazott az emberekkel szemben, több száz magyar fiatalt, idősebb embert hurcoltak meg, vertek meg, aláztak meg, kínoztak meg, fogdákon, az utcákon, déli intézetekben aláztak meg. Tartották fogva hosszú-hosszú napokig, hónapokig. Vagy éppenséggel verték ki a fogát, igen, mint annak a Mónikának, akinek ügyét éppen most képviseljük, és már 3,5 év után úgy tűnik most lesz arra a lehetőség, hogy éve rendőrség belássa, hogy meg kell egyezni. Nemzeti Jogvédő Szolgálat akkor már harcba szállt, és elvállalt több mint 70 koncepciós eljárás alá volt ember ügyét. Döntő többségüket azóta vagy felmentették, vagy megszüntették velük szemben az eljárást, de nagyon sokakat bizony elítéltek, olyanokat, akik kifejezett politikai motivumból, vagy szándékváltásból védték meg magukat, vagy embertársaikat, akik ellen a rendőri terror le akar csapni. Őket közfigyelemben kell részesíteni, 2006 őszének felelősségét, politikai felelősségét és rendőri felelősségét pedig kőkeményen felelősségre kell vonni, és el kell távolítani a hatalomban. Nagyon jól tudjuk, hogy kik ők. A listákat már régóta írjuk, úgyhogy el fog jönni az idő az elszámoltatásnak. És áldozatokat nem jól látottának a részletet. Közel 200 ember.
elkerült előzetes feltartóztatást az 2000-es szeptemberében. Első fokon a bíró futószalagon vágták őket előzetesbe 30 napra. Volt olyan eset, amikor már előre megjött végzést adták oda a tárgyalás elején a gyanúsítottnak. Ilyet még az idősebb kollégák sem láttak, akikkel együtt láttam el a védelmét ezeknek az embereknek. Volt, akik sírtak, volt, akik kétségbe esetten némán nem tudtak megszólalni. A másodfokú bíróság ezeket a döntéseket 90%-ban megváltoztatta, csak hogy ezek a nyomozási bírók jelenleg is a helyükön vannak, és éppen ők azok, akik a Hungya csoport tagjainak az ügyében hosszabbítgatják az előzetes letartóztatást minden törvény indok fennállása nélkül. Ő velük is el fog jönni az elszámoltatás ideje. Nyilván Jobbi Tízesen Mészter jelöltjeként le kell szögeznem, hogy a bírói függetlenség egy nagyon-nagyon fontos alapelv. Ezt tiszteletben tartja a Jobbik, amelyeként az egyetlen párt Magyarországon, amely elkötelezett híve a jogállamiságnak és a szabadságjogok érvényesülésének minden ellenkező híresztelés ellenére. Nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor érdemi kritika szinte egyébként alig érkezett erre a programra, kritika helyett rágalmazás, elhallgatás, mondhatjuk hosszan sort, mindjárt a Krisztián esetét is elmondom, hogy ezt mindjárt tisztába tegyük, ott van Bajer Zsótika cikke, ugye, ott vannak azok a rágalmazások, azok a minősítetlen hazudozások, amelyeket sajnálatos módon pont azok a médiumok járatnak csúcsra, amelyekről egy évvel ezelőtt még Majorvai Krisztina állt ki a Kossuth téren és védte meg a Magyar Hírlapot, Gyurcsány Ferenc önkényuralmi jellegű sajtószabadságot sértő támadásával szemben, és egy évet követően a Magyar Hírlap az a szennylap, ami a legbrutálisabb és legrákástalanabb támadásokat intézett, tisztességes, elkötelezett magyar hazafiak és online-ok ellen. 2006 őszén, október 23-án, a 21. évfordulón, a Szabadság az 50. évfordulóján a hatalom példát akar statulálni, meg akarta törni azt az ellenállást, amely hihetetlen erővel bontakozott ki az országban. Itt vannak soraimban, itt ülnek azok a Kossuth téri harcosok, akik az ellenállás lángját akkor fellobbantották, és azóta is fenntartják az ellenállás lángját. Soha nem látott módon szerveződött meg az ellenállás az országban. Éppen ezért, amikor a program, Jobbik Magyarországért programjának elkészítése kapcsán számot kell vetni arról, hogy kik milyen formában járultak hozzá ezen a program elkészítéséhez, akkor meg kell említeni azt, egyrészt, hogy 22 kabinet, nagyon kemény, nagyon szisztematikus, több száz szakértő bevonása a végzett munkája. Egyébként Enikő szerénysége révén nyilván nem mondta, de többek között az ő hihetetlen sziszifuszi munkája is részes ennek a programnak, például az önkormányzatokkal kapcsolatos részt, a közigazgatással kapcsolatos részt az ő által vezetett kabinet tette az asztalra mindenjük számára példát adó módon, amelyel többek között a jelenlegi közigazgatási rendszert visszaalakítanánk a megyerendszerre, a Magyar Történelmi Hajónak megfelelő megyerendszerre, a régiókra. És olyan önkormányzatokat működtetne, vagy önkormányzatokat engedne levegőhöz a Jobbik Magyarországért mozgalom, amelyek végre szabadon saját maguk megfelelő forrása, megfelelő önállósága szervezhetik a helyi közösségek életét, és nem egy központi dróton rángatható, kiszolgáltatott, sodródó részecskeként kell elviseljék mindazt, ami az országban a központi vezetés által történik. Nagyon szép tanítása egyébként a Szent Jonatánnak, nemrégi vezetén Zsolt előadásán hallottam, nagyon újat tudok tőletének tanulni, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy forgassa az ő műveit, hogy a megyék, a vármegyék tulajdonképpen a 1000 éves jogi rendszerünkben egyfajta alkotmányos kontrollt jelentettek. Tehát az alkotmánybíráskodás intézményét a vármegyék gyakorolták. Tehát ha a központi jogalkotás, jelesége király fogta magát, és mondjuk valami rendkívüli módon megsértette, egy olyan jogszabályt hozott, ami ellentétben állt a Corpus Iuris Hungarici, az 1000 éves magyar jogalkotás valamely elemével, a sarkalatos törvényekkel, akkor a vármegyéknek igenis nem csak joga, hanem kötelessége volt az, hogy ezt a jogszabályt nem hajtották végre. Az az alkotmánybírósági védőjogkört gyakoroltak.